Az új körzet határok kialakítását a törvény írta elő, ezután pedig olyan utca szakaszok és persze ott élők is lettek, akik más körzetbe és más képviselőkhöz kerültek. A hármas körzetbe is vannak ilyenek, Motyovszki Mátyás már fel is vette velük a kapcsolatot, sőt már új munkálatok is elkezdődtek. A lakók régi vágya volt, hogy a mögöttünk levő, Egyébként fele volt, és egy nagyon rossz állapotú töredezett járda legyen már felújítva, vagy valami történjen vele. Egyeztetve a szakemberekkel, illetve nyilván a lehetőségeket figyelembe véve, ez a megoldás született meg. Gyönyörűen kitükrözték, elszállították az összes lerakott követ és egy kitükrözéssel, sóderágyjal, tényleg nagyon szépre és dupla szélesre elkészítették a szekemberek ezt a járdát, ami nem csak azért fontos, mert csúnya volt, hanem mert ez egy... <kül> nagy forgalmú járda, és babakocsikkal is járnak erre, így ez most már sokkal könnyebben megoldható. Motyovszki Mátyás elmondta még, hogy a fái tíz előtti parkban az autósok felállnak már mindenhova, járdára, zöld felületre, parkba, így ezen a területen cölöpöket kellett kihelyezni. A körzettel kapcsolatban pedig egy városrészi összejövetelt jelentett be a képviselő. A városrészieket, de bárkit szeretettel látunk. Május 11-én, 14 és 16 óra között a domonovski téren, Kastellum Zsibongó néven egy városrészi napot sikerült a segítőimmel megszervezni, ahol gyerekeknek rengeteg program lesz, árusok, garmada lesz kint, egészségügyi sátor lesz, tehát ez egy ilyen tényleg egy jó kis zsibongó lesz, és örülnék, ha nagyon sokan tudnának eljönni, meglepetésekkel várjuk a, a lakókat. Visszatérve a felújításokhoz, Motyavszky képviselő kéri, hogy a város részben elkészült felújításokra vigyázzunk, mert nekünk készült a miénk.